A Bátor Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ingyenes lesz az utazási bérlet a nyírbátori diákoknak. Nyírbátorban adták át a Radnóti díjat. Panzió lesz a takarékpalotából. Ülésezett a képviselőtestület. A települési arculati kézikönyv aktualizálásával a belváros történelmi képét szeretnék megőrizni. A nyírbátori lakhelyű diákok ingyen utazhatnak a helyi tömegközlekedéssel áprilistól. A nyírbátori képviselőtestület mai ülésén többek között a diákok utazási támogatásáról is döntöttek, illetve szóba került és döntöttek a település arculati kézikönyv módosításáról is. Hány gyereket érint egyébként ez az utazási támogatás, vagy mekkora keretet szabott meg erre az önkormányzat? Ez a keret nagyságrendileg 1000 gyereket érint. Ez teljesen természetes módon minden évben változik, hiszen a beiratkozó gyerekek létszámától függ. Jellemzően azt kell tudni, hogy a nyírbátori lakhelyen rendelkező gyerekek túlnyomó többsége, de nem mindenki nyírbátori általános iskolába jár. És ez azért fontos, mert ez a támogatás azoknak a gyerekeknek szól, akik nyírbátori lakhelyen rendelkeznek, és valamely olyan intézménybe járnak, amely Nyírbátorban működik. Hiszen mi az iskolákkal kötünk erre támogatási szerződést, és az iskolák tudják megvenni a gyerekeknek a bérletet. Gyakorlatilag ez egy egész éves bérlet minden gyerek számára, aki benyújtja az igényt? Nem kell igényt sem benyújtani, automatikusan jár ez a támogatás, és valóban egész éves bérlet. Ez most technikailag úgy fog megtörténni, mivel most egy tanév kellős közepén vagyunk, hogy most egy fél éves bérletet kapnak a gyerekek ennek a tanévnek a végéig, pontosabban a nyár végéig, és ezt követően minden év szeptemberében aktualizálva a beiratkozók számához, minden gyermek meg fogja kapni szeptember 1-től következő év augusztus végéig a teljes éves bérletet, és ennek megfelelően ingyenesen használhatja a helyi tömegközlekedést. De ez nem függ össze ugye az iskolabusszal, amit terveznek, illetve az mikor lesz egyáltalán? Az egy uniós pályázatból kerül beszerzésre, az az iskolabusz, az kifejezetten a sportoló gyerekek részére indul, mint iskolabusz program. Nagyjából az a lényege, ha lesz szeretnénk egyszerűsíteni, hogy az iskola végén nagyon sok gyerek szerencsére jár sportolni. Van, aki meg tudja oldani, hiszen a maga a sportolási lehetőség vagy az iskolában van, vagy nagyon közel az iskolához, de mivel nagyon sok sportegyesület működik a városban, vannak olyan létesítmények, itt most példaként mondhatom az úszodát, a lovardát például, amely nem a város központban található. Ebben az esetben a gyerekeknek ki kell jutnia az edzési időpontjáig biztonságos körülmények között. Ma ezeket a szülők nagyon nehezen tudják megoldani, hiszen ebben az időpontban a szülők többsége még dolgozik. Szomszédot kell megkérni, nagyszülőt kell megkérni, másik anyukát kell megkérni. Szóval egy komoly logisztikai feladat, sikerült elvinni a gyermeket, és ezt szeretnénk kiváltani ennek a busznak a beszerzésével, amelyet követően, ha egyeztetünk nyilván az egyesületekkel és a szülőkkel, szervezetten meg tudjuk oldani, hogy az edzés elejére odaérjen a gyermek biztonságosan. Természetesen az edzés végére már a szülő, ha befejezte a munkáját, akkor el tud majd menni a gyerekért. Ez is egy olyan plusz szolgáltatás, én azt gondolom, amivel komfortosabbá, kényelmesebbé és biztonságosabbá tudjuk tenni a városban élő családok életét. Ha már iskola, akkor ugye nem olyan nagyon régen döntöttek arról, hogy a református általános iskolát eladják, vagy felajánlják megvételre a református egyháznak. Hol tart most ez az ügy? Ugye most már azt gondolom, hogy lassan egy éve tart ez a folyamat, és az előkészületek zavartalanul azt gondolom megtörténtek, a szükséges felértékelések, a benyújtott kérelem megtörtént, a kormány előkészítése folyik, tehát a kormány elé készülő anyag elkészítése van folyamatban. Azért, hogy mondjam, nagyon esedékes most már a folyamat, hiszen a terveink szerint a nyáron nem csak értékesítésre kerülne az ingatlan, hanem szerettük volna a támogatásból fel is újítani ezt az iskolát. Akik ismerik, tudják, hogy az a 70-es években épült, és azért ma már a nyílászárók, a homlokzat, a különböző belső, elsősorban a vizes blokkok állapota az nagyon komoly felújítást igényel. Az elmúlt években komoly fejlesztések történtek, hiszen TAO pénzből a tornacsarnokot, tornatermet, öltözőket rendbetettük. A fenntartó egyház is sokat fordított az épületre, hogy javítsa vagy megóvja az állagát, de most már egy komoly felújítás szükséges lenne az épületen, és hogyha mondjuk rövid időn belül nem történik,
történik ebben kormány döntés, és nem indul meg ennek az előkészítése, akkor félő, hogy a nyári felújítás veszélybe kerül. Tárgyalunk arról mind a minisztériummal, államtitkári szinten, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és tárgyalunk az intézménnyel is arról, hogy hogyan készítsük úgy elő a projektet, hogyha születik egy döntés, akkor határidőre be tudjuk fejezni a felújítást, tehát a nyár végére megtörténjen. A település arculata ugye minden városnál, kisvárosnál különösen fontos lehet, vagy minden településnél gyakorlatilag, itt Nyírbátorban is nem egy nagyon szép épület van, egyébként a főtér környékén is. Milyen változásokat fogadtak el? Igazából jelentős változás nem történt a mostani döntés során, inkább úgy fogalmazok, hogy egységesítésre kerültek a különböző jogszabályok, és olyan arculati kézikönyv került kialakításra, amiből viszonylag laikus tulajdonos is könnyen és gyorsan tájékozódhat arra vonatkozóan, hogy számára milyen előírások vagy milyen feltételek vannak, például egy felújítás, egy homlokzatfestés, egy nyilászáró csere, vagy egy melléképület kialakítása, vagy akár csak egy napelemző vagy árnyékoló felhelyezése kapcsolatban. Ugye mindannyian tudjuk, láttunk erre jó és rossz példát, hogy egy picike ingatlan átalakítással mennyire lehet rontani egy városképet, például csak egy homlokzat színezésével is, és ezért rendkívül fontos, hogy egy ilyen történelmi kisvárosban, mint Nyírbátor, azokon a területeken, ami átközlekedés, forgalom, műemléki környezet, belváros, turisztikailag fontos területeken, ezt valamilyen módon kordába tartsuk, hiszen senkinek sem szerencsés az, hogyha a beruházást megteszi, tehát mondjuk átfesti az ingatlant, és ezt követően kell, hogy mondjam, valamilyen szankciót vagy kötelezést alkalmazni arra, hogy ez nem megfelelő abban a környezetben. Úgyhogy az is nagyon fontos, hogy ez most egységesítésre került, értelmezhető, én azt gondolom mindenki számára, de legalább ennyire fontos, hogy megismerjék, ezért mi is nyilván tájékoztatni fogjuk a városlakókat, hogy elektronikus módon hogyan érhető ez el, bárki belenézhet, mielőtt bármilyen beruházásba belekezd, én azt ajánlom, hogy mindenki nézze meg. Közös érdekünk, hogy ennek a kisvárosnak ezt a történelmi századfordulós hangulatát minél inkább megőrizzük. Egy újabb vagyoni döntés is volt zárt ülésen, ez azt jelenti, hogy újabb beruházások kezdődnek majd hamarosan Nyírbátorban? Igen, most amiről döntöttünk, az egy kis vállalkozó, helyi kis és középvállalkozó fejlesztését támogatja egy telekértékesítéssel összefüggésben. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos előrelépés, ezt elmondtam az zárt ülésen is, hogy sikerült eljutnunk odáig, hogy helyi kis és középvállalkozók az ipari parkban részben kapcsolódva az ott lévő multinacionális vállalatokhoz, részben önálló tevékenységet folytatva, egyre többen és többen valósítanak meg fejlesztést, hiszen nekünk nem csak az a célunk, hogy multinacionális vállalatok munkát adjanak az itt élőknek, hanem az is célunk, hogy az itt működő kis és középvállalkozások is minél jobban kivegyék ebből a fejlődésből a részüket. Ennek egy mérföldköve ez a döntés, és én azt gondolom, hogy még ezt sok kisebb, apró ilyen fejlesztés fogja követni az elkövetkezendő években. 2019-ben Nyírbátort választotta a Radnóti díj átadásának helyszínéül a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége. A MEASZ rendezvényét március 21-én az Antirasszista Világnapon tartották a Nyírbátori Kulturális Központban. Az ünnepi eseményen megjelenteket Máté Antal polgármester köszöntötte, aki egyébként a 2018-as díjazottak egyike. Szerettünk volna szakítani a Pest központúságunkkal, a főváros központúságunkkal, hiszen azt látjuk, hogy csodálatos értékek vannak vidéken is, és azzal, ha odahozunk egy diátadót, egy picit erősítjük is azokat a településeket, azokat a közösségeket. Nyírbátorba azért jöttünk szívesen, mert egy igazi csodálatos sziget itt a környéken, és ezt jó értelemben mondom, egy olyan sziget, ahol saját maguk küszködve, de szerencsére sikeresen valósítják meg mindazokat a felzárkóztató programokat, amelyek a legelesettebb emberek érdekében történnek, hogy itt valóban az emberek békességben tudjanak egymás mellett élni. Annak közvetlen és közvetett jelentése, szimbolikus jelentése is van, hogy ez a rendezvény ma Nyírbátorban került megrendezésre. Önmagában fontosnak tartom a MEASZ és maga a Radnóti díj által hordozott eszméket, hogy minél tágabb körben, az ország széles társadalmi körében tudjuk megismertetni, bemutatni.
És azt a fajta eszmét, azt a fajta küldetést, amit ez a szervezet magára vállalt, azt minél többen, ha más nem ilyen rendezvényeken keresztül, jusson el a hétköznapi emberekhez. Én bízom benne, hogy ez a kezdeményezés majd később más városokat is elér, és ahogy elnök úr fogalmazott, egyre több településre lehet majd elvinni ilyen rendezvényeket. Itt most én kettős szerepben vagyok, hiszen egyfelől Nyírbátorváros polgármestereként, házigazdaként köszönhetem önöket, másfelől pedig a tavalyi évben én is megkaphattam ezt a megtisztelő díjat. Kell beszélnünk egy kicsit komorabb vagy fontosabb témáról is. Ez pedig az a küldetés, amiért a mai Radnóti díjátadása kapcsán is mindenki beszél interjúkban egymás között. Ez pedig a kirekesztés, a rasszizmus, a gyűlölet. Én tudom, hogy a világ nagyon összetett és bonyolult. És nagyon komoly elméleti, politológiai vitákba tudunk keveredni, bármilyen jelenlegi vagy korábbi történelmi konfliktusokról beszélünk. A rasszizmus, a kirekesztés elleni ellenállás, küzdés, az mégiscsak ott kell, hogy kezdődjön, hogy mögé nézünk a színfalaknak, és meglátjuk az események mögött az embert. Nagy megtiszteltetés a megyének, a mi közösségünknek, hisz eddig még mindig Budapesten tartották, és én azt hiszem, hogy azt a szellemiséget, amit képvisel a díj, azt most lehozták ide Szabó-Szatmár-Bereg megyébe. Mikor hozták létre azt az egyesületet, amelyet ön vezetőként igazgat? Az egyesületünket 5 éve alakítottuk, egyébként civil egyesületként hoztuk létre, majd fölvállalt az egyesületünk, és itt kapcsolódik a MEASZ hozzánk, a Bajcsi Zsilinszky emlékek ápolását, őrzését. Az egész ország olyan fővároscentrikus, minden afelé mutat, minden szerelvény odafut a vonaton, a főútak arra vezetnek, holott pedig így lehet igazán példát mutatni, azt gondolom én, hogy nincs olyan hely a világnak, vagy a mi csodálatos hazánknak, ahol az emberek többsége ne humanista módon gondolkodna, és ne úgy tekintene a világra, meg a környező embertársainkra, hogy toleránsan, elfogadóan, megértve, ha lehet, hogy van kulturális különbség, nyelvi különbség, viselkedésbeli különbség, szocializációs, kulturális különbség, de mégiscsak ugyanolyan emberek vagyunk, mint mindenki más. Nem csak homlokzatilag, hanem belső tartalmát tekintve is felújítják az egykori takarékpalota épületét. A tervek szerint az átadás májusban lesz. Nyírbátor talán egyik legidősebb épülete, de az biztos, hogy egyik legszebb épülete felújítása zajlik most már lassan 1,5 éve. Igen, ez elvileg eddig egy nem működő társasház volt, és ezt próbáljuk életre kelteni. És mi lesz ebből a társasházból, ebből a valamikori takarékpalotából? Hát egy kisfaludi panzió felújítási pályázat nyerteseként a Fairtrade Kft. Kezdte el ennek a épületnek a belső rendbehozatalát, panzió kialakítása szerepel benne, majd később bővítésekre került sor. Az elmúlt időszakban a város műemlékvédelmi vagy helyi építési védelem alatti épületeit kezdtük rendbe rakni. Például volt a Kossuth utcát, most csináltuk egy éven belül meg, a régi mágori féle lakás vagy a vöröskeresztes épületet, az is szintén helyi építési védelem alatt van. Ugye a Kakukk étterem is helyi építési védelem alatt lévő épület, és ez is helyi építési védelem alatt álló épület. Az épület történetéről egy picit? Hát régen takarék pénztárként épült ez az épület. Gyönyörű, ólomkristályos, üvegzetű előtér, lépcsőház van benne, és az első szobák ólomkristályos üveggel felújított vagy ellátott épület volt, és savmart üvegekben volt belérve, hogy NT Nyírbátori takarék pénztár. Tehát tulajdonképpen ez egy olyan épület, aminek lelke van, nem?
Hát igen, ennek több van, mint lelke. Pláne, hogyha beletesszük a mi lelkünket is, két lélekből, akkor már valami adódik. Szerencsére sikerült egy olyan brigádot találjak, akit, meg olyan ismerősöket, akik partnerek voltak ebben nekem. És most akár a ólomkristályos üvegeknek a felújítását, akár a külső homlokzatnak a rendbetételét olyan szakemberekkel és olyan ismerősökkel, mondhatnám barátokkal végezzük, akik elsősorban nem csak a pénz vezérel, hanem a látvány, a szépség is, hogy visszaállítsuk az eredetét. Igen, ilyenkor az a kérdés is felvetődik, hogy egyáltalán van-e még ilyen szakmabeli ember, aki ért ezekhez? Mármint amiről most eddig beszélt. Hát igen, nagyon nehéz volt. Például ezeket az ólom üvegeknek a rendbehozatalára Budapesten egyetlen egy céget találtunk, akik ilyen mondták örömmel nekünk, hogy már Európában sem csinálnak ilyen üveget. Dél-Amerikába vitte ki az a gyár a termelését, amelyik még ilyen üveget forgalmazott, vagy gyártott egyáltalán. Sikerült azért rábeszélni őket, hogy a pótolhatatlan hiányzó részeket, azokat ők felújítják. A többit pedig ismerőseim, elsősorban Cseszlai Laci barátom hobbiaként működtetve, teljesen szétszette és újjávarázsolja ezeket az üvegeket építőjének. Mikorra lesz ebből egy működő panzió, és illetve mekkora panzió lesz? Hát én bízom benne, hogy május végére ez már működni fog belül is. Összességében a meglévő kakukk étterem helységével és az udvaron megvásárolt a belső udvaron megvásárolt épületekkel együtt 50 férőhelyes panzió kialakítására kerül sor. Biztonságos tárolókat építenek a leégett hulladéktároló helyén a Farmolban. A napokban tartottak a témáról közmeghallgatást. Közmeghallgatást tartott a Farmahangeri Kft. És az engedélyező hatóság március 20-án a Városháza dísztermében. A téma a Farmahangeri Kft. Mint veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem engedélyezési ügye volt. A közmeghallgatáson jelen volt Németh Attila alpolgármester, a Farmahangeri Kft. Képviseletében Lukács Erzsébet menedzser, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság részéről Kovács Szabolcs iparbiztonsági főfelügyelő. Ugye 2018. május 31-én tűz volt a cégnél, amiben a hulladéktárolóink leégtek. Most ezt kell újra visszaépítenünk sokkal biztonságosabb módon. Jelenleg amilyen veszélyes hulladékaink vannak, ugye etanol alapú selejtermékek, ugye ezek alapvetően sprében, dobozban le vannak csomagolva. Ezek kerülnek bele ADR konténerbe, majd egy úgynevezett ilyen kis speciális kis bunkerekbe, aminek megvannak a maximális befogadó kapacitásai. Ebből 6 épül meg, így maximalizáljuk a telephelyen lévő veszélyes hulladék mennyiségét, teljesen elkülönítve a szelektív hulladéktól, és így tudjuk garantálni a különböző biztonsági technikai berendezésekkel, hogy újabb tűz ne keletkezhessen a cég területén. Az új hulladéktároló kiépítéséhez külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítani kell, hogy a lakosság véleményt nyilváníthasson az építési engedélyezési eljárást megelőzően. A közmeghallgatáson többen tették fel kérdéseiket az előző évi balesetre és annak következményeire vonatkozóan. A katasztrófavédelem ugyanakkor ismertette, hogy az eset súlyos balesetnek számított, valamint azt, hogy nem került veszélyes anyag a levegőbe, amelyet a labormérések eredménye támasztott alá. Az 5. országos természettudományi versenydöntőjét rendezték meg a hétvégén a Bátori Anna Református Általános Iskolában. A szeptemberben megjelent pályázati kiírásra az ország minden részéről jelentkezhettek a tanulói csoportok. A 3 írásbeli fordulót követően 2 kategóriában 32 csapat mérkőzött meg egymással a Nyírbátori döntőben. Egy országos komplex természettudományi versenyünk van, és ennek a döntője zajlik. Mikor kezdődött el ez a verseny? A kollégák a 2014-15-ös tanévben álmodták ezt meg, és 5 éve minden évben, minden tanévben a tavasz folyamán kerül sor a szóbeli döntőre.
ezt a szóbeli döntőt mi előzte meg? Szeptemberben írjuk ki minden tanévben a versenyfelhívásunkat, és három írásbeli forduló után két kategóriában a legjobban teljesítő csapatokat hívjuk be a szóbeli döntőre. A szervező csapat nevében szeretném kifejezni köszönetünket mind a fenntartó, mind pedig az iskola vezetés irányába, akik maximálisan segítségünkre voltak és támogatásukat biztosították afelől, hogy meg tudjuk rendezni, szervezni ezt a versenysorozatot. Egy kicsit az ötletgazdája is vagyok a gyakorlati feladatnak, amely madáradó készítés volt, amit előre el kellett készíteni a versenyző csapatoknak, és behozni, ennek a bírálata volt most. A másik pedig, hogy a verseny után egy kis együtt gondolkodást, amelyiknek a címe az, hogy nyitott szemmel és felelős tettel. A felelős tettel többek között, hogy a madaraknak a fészkelési lehetőséget is adjuk, ez ezzel a feladattal is összhangban van. Kik jelentkezhetnek erre a versenyre? Ez országos szintű verseny, és így az ország minden területéről jelentkezhetnek. A Református Pedagógiai Intézet is hirdeti ezt a versenyt a honlapján, illetve mi is a honlapunkon, Facebook oldalon, illetve az újságban, a sajtóban is hirdetjük. Honnan érkeztek diákok és felkészítő tanárok? Érkeztek Túrkevéről, Csopakról, Kisújszállásról, tehát vártuk a hajdúböszörményieket, illetve a környék általános iskoláiból, Nyírbéltek, Penészlek, Pirice, és természetesen a helyi intézményekből, összesen a két kategóriában 32 csapat. Van-e valamilyen speciális tantárgy, amire nagyobb hangsúlyt fektetnek egy ilyen verseny során? A komplex elnevezés az abból ered, hogy a természettudományos tárgyakat, mindegyiket próbáljuk bevonni. Van benne biológia, kémia, fizika, egy pici matematika és földrajzi ismeret is, és most bővítettük ettől a tanévtől informatikával is a versenyünket. Milyen szempontok szerint pontoz egy zsűri elnöke ilyenkor? Megvannak azok a bizonyos paraméterek, amelyek a különböző típusú oduknál vannak, A, B, C és a D az alapvető négy odú típus. Itt a röpnyulásnak a nagysága, ami különbséget tesz például az A és a B típusúaknál, de ami a lényeges az, hogy időtálló legyen, hiszen ezeket a mesterséges fészekodukat, azokat nem egy időszakra, egy költési szezonra tesszük ki, hanem annak hosszabban is kell szolgálni a madarakat. A másikhoz nyitható legyen, tehát hogy bele tudjunk nem csak hogy nézni, mert a kíváncsi madarász az meg szereti nézni, hogy hány tojás, hány kis fióka van benne, hanem azért, mert ősszel, illetve tavasszal ki is kell takarítani. Ilyenkor egy ilyen verseny után hogyan szokták értékelni magát a versenyt, vagy hogyan értékelik mások ezt az iskolát, az itt folyó munkát, ezt a tehetséggondozást? Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Először is mi értékeljük közösen a kis csapattal, akik lebonyolítják ezt a versenyt, és utána pedig, ha esetleg arról kell beszélnem, hogy mi hogyan értékeljük a gyerekeket, akkor itt ajándékcsomaggal jutalmazzuk, itt szeretnénk megköszönni Nyírbátorváros önkormányzatának a támogatását, nagyon szép ajándékcsomagot kapott minden döntőbe jutott gyerek, ez folytatódik egy nyári táborozással, és két csapatot, mindkét kategóriából egy-egy csapatot meghívunk a táborba. A Bátor Televízió híradóját látták, köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru üzlet biztosította.